20 napi rendi pont szerepelt a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület ülésén. A képviselők elfogadtak egy rendeletjavaslatot, mely szerint a Magyar Kanizsa község tulajdonában lévő két ingatlant is nyílt árverésre bocsátják. Izdvojio bih tri tačke dnevnog reda, ono što prevashodno interesuje građane naše opštine, to je prodaja dva stana na teritoriji naše opštine, tačnije koja se nalaze u Kanjižu, u glavnoj ulici. Jedan stan je gore iznad robne kuće, 90 i nešto kvadrata, drugi stran je isto takođe na glavnoj ulici, to je zgrada B, Uni doma. A napirendi pontok között szerepelt az idei költségvetés módosítása is, ami 1 milliárd 59 millió dinárról 1 milliárd 70 millió dinárra módosult. Pletikoszik Tibor, a VMS Magyar Kanizsai frakció vezetője, az Energiaügyi Minisztérium nyílászárók cseréjét célzó program támogatásáról számolt be. A pályázati kiírásra kerülő 5 millió dinárt további 5 millió dinárral megtartja a köztársaság, így a polgárok önrészével együtt, ami 50%-os, összesen 20 millió dinár jut erre a célra. Mindig nagy öröm számunkra, ha községünk nyertes pályázatokkal büszkélkedhet. Most több mint 10 millió dinár értékben nyertünk pénzt az óvoda energetikai felújítására, az ifjúsági otthon fűtésének korszerűsítésére, a középiskolások úti költség térítésére, hosszú távú tervek kidolgozására, valamint a horgosi kanalizáció kiépítésére. A képviselők emellett elfogadták azt is, hogy az idei évben a közterületek használati díjának fizetése alól mentesülnek a vendéglátóipari tevékenységet végzők.